Nehéz témát, kemény feladatot választottunk a mai tanácskozásunkra, a hajléktalanságot. Válaszok keresését erre a halmozottan súlyos, nehéz élethelyzetre. Ha a hajléktalanságot sokan rendészeti, közegészségügyi vagy köztisztasági ügyként kezelik, mi szociális kérdésként, vagyis az ember oldaláról közelítjük. Emberhez méltó körülmények közé kell juttatni a méltatlan körülmények között az utcán élő embert. A történetnek azonban van egy másik szereplője is, a közterületet közlekedésre, várakozásra, találkozásra használó ember. Az ő szempontját is figyelembe kell venni. Ki a hajléktalan? A társadalom jelentős része szerintem mi is nagy részt azokat az embereket tartjuk hajléktalanok, akiket beazonosítunk, akiket fölismerünk. Tehát addig, amíg nem mentem elég közel egy kérdéshez, addig ne formáljak meg véleményt, maximum a kérdéseknél maradjak. Esetleg kérdezgessek olyat, aki közelről is látta, alázatosan. Ez ennyire nehéz ez a kérdés. Közelebb kell egy picit menni. És ha adhatnék most házi feladatot, akkor azt adnám, hogy mindenkinek legyen egy hajléktalan, akit a nevén szólít. Ki fog nyílni így a világ? Lehetséges, hogy valami olyat adunk neki, amit nem kapott hosszú évek óta, hogy valaki a nevén szólítja. A hiány tud olyat művelni az emberrel, a fájdalom tud olyan művelni az emberrel, hogy kivetkőzik magából, és elveszti a célját, és csak egy pontban lát, azt a pillanatot kell túlélni, amiben van. Ez a nyomorúság. És ez nem anyagi jellegű. A legfontosabb azt gondolom, hogy ez nem egy egyszemélyes műfaj, ami a hajléktalan ellátást jelenti, hanem rengeteg szereplő közös együttműködésére van itt szükség, a rendőrségre, a mentőkre, a polgárőrökre, és ugye elsősorban a szociális szempontból a szociális ellátó intézmény rendszerre. A kormánydöntés alapján 300 millió forint többletforrás áll rendelkezésre itt a hajléktalan ellátó rendszerben. Ennek oka elsődlegesen, amit a címben is nevesített, jogszabálymódosítás. Én az elmúlt hetekben számos intézményben jártam, és számos emberrel beszéltem, és úgyhogy a testközelből is ismerve a problémát, iszonyatosan nehéz, fájdalmas és összetett élethelyzetekről van szó. De egy biztos, hogy az ő esetükben is a kiút és a visszailleszkedés a társadalomba bármennyire nehéz, bármennyire sok zökkenő van benne, csak akkor fog működni, hogyha ők is el tudnak fogadni kapcsolatokat, emberi kapcsolatokat, bizalmi kapcsolatokat, akkor fog működni, ha van mögöttük egy olyan szolgáltatási intézményi háló, amiben a jövőben erbe az irányba fogja őket segíteni. Ezek lelkileg sérült emberek. Tehát nem a gonosztevőt, vagy nem a bűnöst kell bennük látni, hanem ezt a sérült, lelkileg sérült embert. Ha nem próbálunk valahogy beleilleszkedni az ő életükbe, és nem úgy adunk, hogy a számára elfogadható, akkor nagyon sokszor egészen megkökkentő jelenségekkel találkozunk. Többször előfordult már egy képpel élek, és triaszt, hogy abban a kézzel, amivel az ennivalót adtam, szinte beleharapott, mint egy farkas. Ha úgy tudtam adni, hogy számára ez elfogadható, akkor meg szinte megsimogatta a kezemet. Ez attól függött, hogy én hogyan közeledek hozzá. Egyszer csengetnek az ajtón, jön egy fiatal ember, belépi, megkérdezem, hogy kit keres. És így rám néz, hogy Balázs, nem ismer meg, János vagyok. És nem ismertem meg Jánost. Két hét alatt megváltozott. De hogy megint ami fontos volt, hogy hiába akartam én annak idején Jánosnak nagyon gyorsan segíteni, hogyha ő 10-zel tud menni, akkor én nem menjek 80-nal. Nekem le kellett lassítanom Jánoshoz, hogy igen, minden, neki szüksége volt arra, hogy minden héten egyszer találkozunk és beszélgessünk. És amikor eljött az az idő, amikor ő változtatni tudott, akkor ő változott. De ahhoz, hogy ő tudjon változni, neki szüksége volt arra, hogy mi tudjunk találkozni, hogy tudjunk beszélgetni, hogy valaki megértse őt, hogy valaki emberszámba tartsa. Tulajdonképpen a kezdetektől az vált számunkra a legfontosabb elhívásnak, hogy aki velünk szemben áll, az abban a pillanatban nekünk a legfontosabb ember a világon. Egy hagyományos pszichoterápiás felfogásban az alapelv, hogy
hogy nem megyünk a páciens után, hogy ő kérjen segítséget, és ha kér segítséget, akkor fogadja el a megajánlott kereteket, és ha azokon a kereteken belül tud működni, akkor tudunk együtt működni és dolgozni vele. Hát itt ezeket bizony mind fel kell lazítani, át kell írni, és az elsődleges cél az, hogy, hogy éppen a motivációt, a saját erőt, a saját részt, amelyet hozzá kell tenni, azt ébresszük fel valahogyan ezekben az emberekben.